A fehér szalaggal határolt területeket jelölték ki a szakemberek arra, hogy új élőhelyet kaphasson az a két fekete fenyő, melyeket a Petőfi Parkban tervezett új játszótér építése miatt kivágtak volna. Egy speciális eljárásnak köszönhetően azonban meg tudták menteni a fákat. Ez a nagyméretű idős fa átültetőgép érkezett délelőtt a helyszínre a főkert jóvoltából azért, hogy áthelyezze új helyükre a fenyőket. Több éves, egy 10-15 éves fákat, élő fákat az egyik közterületi helyről egy másik közterületi helyre át lehet ültetni. Tehát nagyon fontos, hogy nem kivágjuk a fát és ültetünk helyette megfelelő számú, a hatósági előírásban megfelelő számú fát elültetünk, hanem magát a fát áttesszük egy olyan helyre, ahol már nincsen útba. Bozai István hozzátette, néhány hónappal ezelőtt közgyűlési döntés született az új játszópark építéséről, a terület kijelölésekor azonban kiderült, máshova kellene telepíteni a fákat. Nagyon szép, egészséges, szép példányok, tehát nagyon sajnáltuk volna őket kivágni, és helyette még ha ültetünk is, azért évtizedek múlva fog ugyanekkora méretet elérni egy új fa. Első alkalommal végeztek ilyen beavatkozást városunkban a szakemberek, a géppel akár 8-10 méter magas fákat is át lehet ültetni. A két fekete fenyő 11 óra után kicsivel a helyére került itt a Petőfi Parkban, darabját mintegy 15-17 perc alatt sikerült áttelepíteni. Az, hogy a fák jól érzik-e magukat új helyükön, a következő hetekben, hónapokban fog kiderülni. Amennyiben az átültetés sikerrel jár, úgy a jövőben építkezések, beruházások kapcsán egy újabb lehetőséggel bővülhet a városi fák védelmének eszköztára. A Petőfi Parkban a játszótér munkálatai pedig az eljárásnak köszönhetően a következő hetekben megkezdődhetnek.